Csongrád megyében indult egy vastagbérák szűrési mintaprogram, melynek tapasztalataiból tervezi az Országos Tisztiorvosi Hivatal az országos vastagbérák szűrés bevezetését. A szűrővizsgálatok fontosságát ennél a betegségtípusnál statisztikai adatok támasztják alá. Makó térségében azok a páciensek kerültek bevonásra, akiknek háziorvosa jelezte csatlakozását a programhoz. Ez a szűrés egy úgynevezett kétlépcsős szűrővizsgálat, ami annyit jelent, hogy széklet vérre vizsgáljuk a betegeket. Ennek az az alapja, hogy a daganatok, a korai stádiumban lévő daganatok, illetve a rák megelőző állapotok, azaz a polipusok is olyan tulajdonsággal bírnak, hogy véreznek. Ennek a vérzésnek a gyakorisága nő az elváltozás nagyságával. Körülbelül olyan 40-60% körül mozog, és ezt a vérzést tudjuk detektálni egy speciális székletvizsgálattal. Két mintát kell adnia a betegnek, és amennyiben legalább egy minta ebből nem negatív, akkor ezt minden esetben egy vastagbéltükrözéses vizsgálatnak kell, hogy kövesse. A megyében zajló program egy központilag szervezett szűrés, hogy ez hogyan is zajlik a valóságban, arról egy érintett beszél stábunknak. Postai úton kaptam egy értesítőt névre szólóan, amelyben lehetőséget kínáltak arra, hogy ezen a szűrésen részt vehessek. Miért gondolta, hogy elmegy a szűrésre? Azért gondoltam, mert napjainkban egyre többet lehet hallani arról, hogy milyen komoly betegség, és a környezetemben is sajnos előfordultak megbetegedések, amelyeknek a végkimenetele jó is volt, meg rossz is. Tehát egy kicsit izgatott a dolog. A tájékoztatóban szerepelt az, hogy a házi orvost kell felkeresni, és egy mintavételre alkalmas kis csomagot kaptam, amelyet utána postára kellett adni, és gondolom, hogy a megfelelő helyre továbbították. Néhány hét elteltével kaptam egy e-mailt, amelyben az eredményről értesítettek. Hát egy kicsit szíven ütött, mert az egyik mintavételem pozitív lett. Ekkor kerestem fel a házi orvosomat, és ő egy beutalóval ide küldött a főorvos úrhoz. Nem negatív mintával jelentkeztek a betegek a gasztroenterológiai szakrendeléseken, a régióban, illetve a különböző mondjuk azt, hogy centrumoknál, és itt a szakasszisztensnők elmondták, hogy miről van szó, megnyugtatták, én úgy gondolom, egy kicsit a betegeket, mert az volt a tapasztalatunk, hogy nagyon sokan nem értették és túl aggódták. A pozitív székleteredmény láttán sokan megijednek, hisz az egyik legrettegettebb eszközös vizsgálat a vastagbéltükrözés, leginkább a fájdalomtól való félelem miatt. Azt hittem, hogy rosszul látok. Ezt meg kell mondani. Elolvastam kétszer, és arra gondoltam, hogy hát ez biztos valami tévedés lehet. Először megpróbálkoztam azzal, hogy csináljunk egy újabb mintavételt, de azt mondták, hogy ezt ne halogassuk, és ne próbálkozunk ezzel, mert nem lehet tudni, hogy mi az oka. Utána akkor tehát kapott beutalót a gasztroenterológiára, eljött ide, itt mi történt? Beszéltünk egy kicsit arról, hogy mi is fog történni. Mivel erről nem sokat lehet hallani igazából, és mindenki egy mumusként gondol erre a vizsgálatra, én azt gondolom. Megnyugtató volt, hogy itt kedvesen elmagyarázták, és próbáltak nyugtatni, hogy mindenki kiment még élve ebből a rendelőből. Maga a végbéltükrözés, vagyis a kolonoszkópia a következőképpen zajlik. Megfelelő előkészítés követően egy hajlékony endoszkópot vezetünk be a végbénnyíláson keresztül, és gyakorlatilag egy kamera ellenőrzés se alatt tudjuk megvizsgálni a célterületet, illetve hogyha látunk valamilyen elváltozást, daganat megelőző elváltozást, akkor ezt operatív el is tudjuk távolítani, illetve esetleg daganat kapcsán pedig szövetei mintát tudunk belőle venni, ami, mint tudjuk, minden betegségnek az alapkritériuma. Milyen eredménnyel zárult a kolonoszkópia? Hát nagy megkönnyebbülésemre, számomra egy pozitív dologgal zárult, ez azt jelenti, hogy tünetmentes vagyok. Akkor ezek szerint érdemes volt a szűrésre elmenni? Igen, én azt gondolom, hogy ha bárkinél bármilyen rossz érzés, vagy valami fölmerül a gyanúja is, akkor érdemes ezt a
kis tortúrával járó vizsgálatot fölvállalni. A szűrővizsgálat eddigi tapasztalatait és annak létjogosultságát pozitívként értékeli a Makói Kórház főorvosa. Azt hiszem, hogy nem mondok el titkot azzal, hogy vagy elmondhatom azt a titkot, hogy két korai daganatot is ki tudtunk szűrni a szűrővizsgálatnak köszönhetően. A program első szakasza hamarosan lezárul, ám az Országos Tisztiorvosi Szolgálat meghosszabbította a szűrést, így a térségben a veszélyeztetett korosztály találkozhat postaládájában szűrésre invitáló levéllel.